Fokozott biztonság, 70%-os készültségnél tartanak a felújítási munkálatok a Feti vízik védműveinél. Építkezési boom 2020-ig, az 5%-os áfa jövő évi megszűnése felpörgette az építőipari piacot. Intelligens hálózat, eddig egyedül Nyíregyházán szereltek fel okosmérőkkel valamennyi távhőszolgáltatásban érintett lakást. Os készültségnél tartanak a felújítási munkálatok a Feti vízik védműveinél. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Az elmúlt évben a határmenti területek nagy részénél megtörtént a védmű magasítása és megerősítése, azonban van olyan szakasz, ahol még most is ezen dolgoznak a szakemberek. A térségben közel 300 ember dolgozik a települések árvízvédelmi biztonságáért. Vészhelyzet esetén azonban az ország más pontjairól is tudnak szakembereket mozgósítani. Éves beszámolók ismertetésével és szertári szemlével kezdődött az őszi védmű ellenőrzés. A helyszíni szemle során a dolgozók értékelése alapján feltérképezték a védelmi eszközöket, az árvizekre való felkészültség aktuális helyzetét, valamint a fejlesztési és átépítési munkálatok ütemét. A megfelelő ütemben haladnak a munkálatok itt és a megye több olyan térségében, ahol árvízvédelmi fejlesztések zajlanak. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, mert szeretnénk egy élhető és biztonságos országot, akkor az hozzátartozik az, hogy az emberek biztonságban érezzék magukat és biztonságban érezzék a javaikat. Ezek a fejlesztések pedig azt a célt szolgálják, hogy az itt élő emberek azok nyugodtabban tudjanak esténként lefeküdni és reggel ébredni. Azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a kormányzat ezeken a programokon keresztül biztosítja azt, hogy a biztonság az árvízvédelemmel szemben is meglegyen. Jelenleg 3 nagyszabású árvízvédelmi fejlesztés zajlik a megyében, a tervek szerint ezek közül 2 jövő év közepén befejeződik. Ezzel a megye legveszélyeztetettebb részei, a felső tiszamenti települések teljes biztonságba kerülnek majd. Itt jelenleg 70%-os a készültség, míg a középső szakaszon több, mint 50%-os. Egyrészt az árvízvédelmi töltések magasítását, erősítését jelentik. Másfél-két méterrel is magasabbak lesznek a töltések helyenként. Átépítjük a töltéseket, keresztező műtárgyakat, zsilipeket teljes körűen. Foglalkozunk a tiszai partvédelem megerősítésével, ahol szükséges. Magas építményeket újítunk fel, védelmi központokat, raktárakat építünk, és természetesen a töltés koronán, amikor befejezzük a munkát, aszfaltburkolatú út fog épülni, aminek nem csak az árvízvédelmet szolgálja majd, hanem a helyi lakosokat, illetve az ide látogató turisták is fogják használni. A fejlesztés több mint 30 kilométer hosszan zajlik jelenleg. A 2,5 méteres magasítás a szakemberek szerint már hosszú távon elegendő lesz, hasonló átépítésre nem lesz szükség. Kárpátalján és Magyarországon 172 állomásból álló távrendszer ad információkat a szakembereknek a csapadékról, a vízállások változásáról és a levegő hőmérsékletről. Ezek alapján 370 szakember segíti folyamatosan az árvízvédelmi munkálatokat. Az 5%-os áfa jövő évi megszűnése felpörgette az építőipari piacot. Minden kivitelező arra törekszik, hogy 2019. december 31-ig átadják a tervezett lakásokat. A megyei építészkamara elnöke híradónak úgy fogalmazott, ez gyors lépésekre kényszerítette a kivitelezőket, illetve további kapacitás hiányhoz vezetett, és azt javasolja, hogy aki még kezdeti fázisban áll, az most ne vágjon bele új ház építésébe. Vég József úgy véli, a kedvezményes áfakulcs megszűnését a kormány valamilyen módon kompenzálja majd. Nem tervezünk hosszabbítást. 2019. december 31-ig van ez az adókedvezmény. Arra biztatok mindenkit, hogy ha tudja, akkor eddig az időpontig vegye igénybe ezt az adókedvezményt. Ezt még júliusban mondta Varga Mihály az Inforádió Aréna című műsorában az 5%-os lakásáfa hosszabbításával kapcsolatban. A pénzügyminiszter bejelentése felpörgette a piacot is, hiszen egy újabb lakásfejlesztési hullám indult el, ami elsősorban azzal magyarázható, hogy az építkezések közül a családi házak, ikerházak és a kisebb társasházak építését még be lehet fejezni 2020-ig. Viszont ez csak a már elkezdett építkezéseket érinti. Az építőipari piac szereplői elgondolkodnak
magának, és el is kell gondolkodjanak azon, hogy a megkezdett projekteknél azt tapasztalható, hogy a gyorsítás szándéka észlelhető, a meg se kezdetteknél pedig magán is azt tanácsolom, hogy aki nagyon gyengén áll egy projekt indítással, az inkább ne fogjon már bele. Mondom én, mert akinek telke sincs, az végképp, de akinek telke van és még terve nincs, annak is hónapjai tartanak, vagy hónapokkal áll még azelőtt, hogy a kivitelező is megszülessen, hiszen a tervek is egy-két hónap alatt tudnak elkészülni, kivitelező kiválasztása megint csak egy-két hónapokat igényel. Ugyan visszatért az építőipar a jelentős bővüléshez, ami a következő másfél évben még fokozódhat is. Ezt követően viszont jelentős lassulásra lehet számítani a lakásépítéseknél, mivel a kedvezményes áfakulcs 2019 utáni megszűnése jelentős érvágás lesz, és már jelenleg is csökkenést mutatnak az építési engedélyek számai. Vég József úgy véli, az áfa csökkentés a kormány valamilyen módon kompenzálja majd, mint mondta, ezt mutatja a már csak tervezett bővítése is. Valamilyen szintű kompenzációra készül az állam és a kormány a csokot illetően. Annyit már látunk, hogy az 5000 fős lélekszám alatti vidéki vagy egyáltalán kis településeken történő hát életszínvonal, életminőség javítását és az ottani megmaradást célzó szándékkal ott kiemelt csok kedvezményekre számíthatnak az itt élők, az ottani építkezések ösztönzése céljából. Azt még nem látjuk, hogy a nagyobb településeket miként fogja érinteni a csok változása. Jelenleg viszont minden beruházó a meglévő építkezések befejezésére koncentrál. Az egyik vezető ingatlanpiaci szakportál úgy látja, ha a jelenlegi kedvezményes 5%-os áfa szabályozást érintő bizonytalanság megszűnik, további beruházások indulhatnak. Mint írják, várhatóan a kivitelezői árak racionalizálódnak majd, és a kereslethez is jobban illeszkedő piaci helyzet alakulhat ki. Szerintük emiatt 2020-ban várhatóan kevesebb új lakást adnak át, mint 2019-ben, de a legnépszerűbb régiókban 2021-től ismét növekvő pályára kerülhetnek a lakásépítések. Eddig egyedül Nyíregyházán szereltek fel okosmérőkkel valamennyi távhőszolgáltatásban érintett lakást. Az intelligens okoshálózat révén hatékonyabbá vált a fogyasztói elszámolás. A fogyasztói szokások pedig befolyásolhatók információval, új tarifákkal, de közvetlen vezérléssel is. Az okosmérés a szolgáltató munkáját is nagyban segíti. Részletes, valós idejű információkat kaphatnak többek között a felmerülő karbantartási problémákról. Ez az okosmérő már egy központi rendszerbe küldi a fogyasztási adatokat, ez alapján készül majd az elszámolás is. Még 2016-ban indult el az okosmérők telepítése Magyarországon, elsősorban a villamosenergia, a földgáz, illetve a víz- és távhőiparágban. Szabolcs-Szatmár Bereg megyéből a Nyírség Víz ZRT és a Nyírtávhő Kft. Vett részt a mintaprojektben, utóbbinál 80 millió forintból szereltek be az okosméréshez szükséges adatgyűjtőket a távhőszolgáltatásban érintett 16 ezer lakásba. Nyíregyházán valamennyi távfűtéses lakást fel tudtunk szerelni okos méréssel, illetve olyan adatgyűjtővel, amelyik egy központi számítógépre küldi ezeket az adatokat. Tehát Nyíregyháza áll a legjobban megyei jogú városok közül, ahol valamennyi távfűs fogyasztó már nézheti a saját fogyasztásait, ez már most már lassan 2 éve működik, és hát a fűtés elszámolás is ez alapján történik. Az okosmérés nem csak a fogyasztóknak jelent könnyebbséget, a szolgáltató munkáját is nagyban segíti. Nekünk nagy előny az, hogy látjuk a pillanatnyi városban az üzemállapotot, tehát látjuk a fűtöttséget az épületeknek, látjuk a fogyasztást, tehát mi meg tudunk olyanokat előzni, például csőtöréseket, szivárgásokat, amelyeket korábban nem láttunk. Most fel tudjuk a fogyasztók figyelmét hívni arra, hogy azt is látjuk, ha a radiátor nem működik, tehát látjuk azokat, ahol problémák vannak. Úgyhogy számunkra ez egy nagyon-nagyon jó dolog volt, nyilván reméljük a fogyasztóink számára is az lesz. A fogyasztók a központi okosmérés honlapján regisztrálás után részletes, valós idejű információkat kaphatnak fogyasztási adataikról, ha pedig plusz információt is adnak, cserébe részletes energetikai jellemzéshez juthatnak. A regisztrálni nem kívánók pedig az anonim lekérdezés menüpontban kérhetik le legutóbbi mért adataikat. Az őszi szüreti szezonban sok gazda már a mustot érleli a pincéjében. Nem árt azonban minden évben figyelmeztetni a borászokat, hogy tudatosan járjanak el az erjedési folyamat ellenőrzése kapcsán. A mustgáz, vagyis a széndioxid, színtelen, szaktalan, a levegőnél nehezebb gáz, ami idén már okozott halálos kimenetelű balesetet Szabolcs-Szatmár Bereg megyében is.
A szén-dioxid körülbelül másfélszer olyan nehéz, mint a levegő, tehát a mélyebb területeken, például a pincékben gyűlik össze. A közhiedelemmel ellentétben ez a gáz nem mérgező, de mivel kiszorítja a levegőt, oxigénhiányos állapotba kerülhet, aki musgázzal teli, zárt helyen tartózkodik. Minden évben felhívjuk a figyelmet, hiszen egyfajta olyan veszélyforrás jelent maga a musgáz fejlődése, amely széndioxidot termel, ugye a musgáz, amikor fejlődik, széndioxid szabadul fel. Ez önmagában nem lenne mérgező, ugyanakkor az oxigént magát szorítja ki a pincehelyiségből. Éppen ezért mindig azt szoktuk mondani, hogy a pince folyamatos szellőztetésével, vagy egy széndioxid érzékelő felszerelésével, vagy magával a hagyományos módszerrel, amely egy gyertyát takar, és ez kell, hogy lemenjünk a pincébe, ezek a tragédiák, balesetek megelőzhetők. A szóvivő hozzátette, a legegyszerűbb gyertyás módszer a legmegbízhatóbb, de számos más megoldás is van a balesetek elkerülésére. A gyertyás módszerre visszatérve ugye fontos az, hogy a széndioxid a pince aljáról teríti magát a helységet. Éppen ezért a derékmagasságot javasoljuk minden esetben, hogy egy kinyújtott lapáton vagy egy botra szerelt gyertyát, hogyha derékmagasságban magunk elé tartunk, amikor a gyertya elalszik ugye az oxigén hiánya miatt, akkor már fennáll magának a balesetnek vagy a mérgezésnek a veszélye. És ezek a tragédiák egyébként Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nem voltak jellemzőek. Ugyanakkor ebben az évben két ember halálát okozták nem is olyan régen. Minden esetben fokozottan járjunk el. Fontos tudni, hogy a szénmonoxid érzékelő készülékek nem alkalmasak a szén-dioxid jelenlétének kimutatására, tekintve, hogy nem azonos gázokról van szó. Azonban a megfelelő szellőzés kialakításával, valamint a hordók nagy térben történő elhelyezésével elkerülhető, hogy felhalmozódjon az erjedés közben keletkező szén-dioxid. Fakitermelési munkálatok kezdődtek a Sóstói erdőben. Az 1,6 hektáros, a Sóstói úti felüljáró, a kisvasút és a vasúti töltés által határolt zárvány területen előreláthatólag két hétig tart a munka. A fakitermelést elsősorban a tölgyet és akácot tartalmazó állomány kora, valamint egészségi állapota indokolja. Az innen kikerülő faanyagot értékesíti az erdészet. Mivel az ideális kornál jóval tovább tartott törzsekről van szó, jelentős lesz a tűzifa mennyisége. Ebből már az önkormányzati szociális tűzifa programra is jut majd tüzelő. A fakitermelés helyszíne kevéssé látogatott a nehézkes megközelítés miatt, de minden erdőjárót arra kérnek, hogy fokozott körültekintéssel közlekedjen a környéken. Hívta fel a figyelmet Tölgyfa Gábor, a Nyírerdő ZRT nyíregyházi erdészetének igazgatója. Közel 40 csapat részvételével rendezték meg Nyíregyházán a nyári streetball sorozat utolsó előtti tornáját. A győztes együttesek bejutottak a szombati országos döntőbe. A magyar kosárlabdázás napján Budapesten a Hősök terén a 3x3-as bajnokság is elkezdődik. Többek között a Nyíregyháza Blue Sharks csapatának részvételével. A sporták teremben űzött változatának bajnokságai közül már vannak, amelyek elkezdődtek, de még nem ért véget a szabadtéri szezon sem. Az Adidas Streetball sorozat idei 8. tornája Nyíregyházán 12 pályán pattogtatták a labdát a háromfős csapatok. Az idei rendezvényeken több mint 700 együttes lépett pályára, a dobóversenyeken pedig közel 5000-en indultak. A főszervező Kucsera József szerint a fiatalok kedvelik a kosárlabda betonon űzött változatát. 26. évet csináljuk a streetballt. Nagy örömömre szolgál, hogy lefedjük Magyarországot, és hogy itt Kelet-Magyarországon is működik a kosárlabda, illetve a streetball. Helyek közel mindig más az aktivitás, de azt gondolom, hogy azért a fiatalok ezt szeretik. Ez így van egyébként Körmentől Békés Csabáig, és hát van igény, hogy még esetleg növeljük a városok számát, de hát időben azt gondolom, hogy ez így megfelelő, és szeretném, hogyha a Nyíregyházán még hosszú ideig lenne. Mint Sitko Ernő, a Nyíregyháza Blue Sharks szakmai igazgatója elmondta, a 3-3 elleni játék fejleszti azokat a képességeket is, amelyeket a teremben hasznosíthatnak a kosarasok. Úgy gondolom, hogy mindenkinek jó, hogyha labda van a kezében. Én már nagyon régóta mondom, hogy akadémiai képzést akarunk az országban, szeretnénk, hogy a magyar játékosok többet játszanak a bajnokságban, ehhez viszont több edzés is kell. És úgy gondolom, hogy amíg
bizonyos játékosoknál az iskolai rendszert nem találjuk meg ahhoz, hogy délelőtt, délután, tehát napi 5-6 órát tudjanak edzeni, addig nem sok esélyünk lesz az előrelépésre. És az a streetball is egy jó esemény arra, hogy még egy plusz edzést, vagy egy plusz mérkőzést, vagy akár több mérkőzést is be tudjanak iktatni a programjukba. Mivel a 3x3 bekerült az olimpia programjába, alaposan felértékelődött a 3x3 elleni játék. 26 évvel ezelőtt, amikor ezt elkezdtük, akkor azt hittük, hogy ez egy olyan tömegsport játék, amit egy vagy maximum két évig érdekesség lesz, és majd ott a Városligetben a műjégpályán elpilinckázunk. Ehhez képest azóta 240 rendezvényt rendeztünk már az ország különböző pontján, és pont Nyíregyházára jöttünk egy olyan 6 évvel ezelőtt, amikor beszélgettünk arról, hogy előbb-utóbb ez olimpiai sportág lesz, mert hogy az olimpia is szeretne megújulni, tehát az olimpiai mozgalom, és akkor még csak ilyen utopisztikus gondolatnak tűnt, hogy ebből akár olyan lehet, mint a strandröplabda, és lám, most Japánban már lesz 3-3, és van magyar szansz arra, hogy magyar női csapat, főleg, hogy kikerüljön, és hát ezt a szanszot kéne megfogni, és a fiatalok érzik, hogy ebbe akár ők is bekerülhetnek. A nyíregyházi tornán győztes csapatok bekerültek az országos döntőbe, amelyet szombaton a Magyar Kosárlabdázás napján Budapesten a Hősök terén rendeznek meg. Ugyanitt rajtol a 3x3-os bajnokság, amelyben az NB1-B-s kluboknak kötelező csapatot indítaniuk, így a nyíregyháza Blue Sharks képviselő is ott lesznek a fővárosi rendezvényen. Második meccsét is megnyerte a nyíregyházi Teke klub együttese. Az NTK az első idegenbeli mérkőzésén Szankon győzött 6-2-re. A nyíregyháziak szombaton a szintén 100%-os Dinamo SC csapatát fogadják. Először léptek dobóállásba Szankon a nyíregyházi tekézők, mégpedig azzal a céllal, hogy megszerezzék második bajnoki győzelmüket. Bár a hazaiak jól tartották magukat, a vendégek, amik ismeretlen pályán is nagyszerű teljesítményt nyújtottak, és végül 3377 fát szerezve 6-2-es győzelemmel távoztak a Bács-Kiskun megyei településről Fint a Zoltánék. A mérkőzés egy kicsit nehézkesen indult, mert nagyszerűen játszottak a hazaiak, de mindenképpen ki kell emelnünk a Magyarorsi Péter 598 fáját és a Hakkerdezsi 650 fáját, ami megalapozta a nyíregyháziak sikerét. Középső sorban ott ide-oda millegett a mérleg nyelve, a hazaiak folyamatosan jöttek fel, azonban a Ráski János a másik pályán sajnos lesérült, és a helyette dobálásból épő Szojka Miki egy fantasztikus utolsó etapot produkálva megszerezte a fontos csapatpontot, azt mondom, hogy bravúr pontot szerzett, és mellette még további 20 fával növelni tudtuk az előnyünket, és már ekkor látható volt egy 5-3-6-2-es idegenbeli győzelem is kijuthat ebből a mérkőzésből, ugyanis még akkor volt hátra a Fehér Béla, aki hazalátogatott Szankra. Nem volt ez másképpen, a Béla folyamatosan növelte az előnyét, magabiztosan megszerezte a csapatpontot, még jó magamnak a harmadik pálya után egy cserével a Szilágyi Sándor személyében egy újoncot avattunk a Nyíregyházi Teke klub csapatában, és mondhatnám azt, hogy a Sándor is megszerezte meglepetésre a csapatpontot, így alakulhatott ki, hogy 6-2 arányban a vártnál úgy gondolom egy kicsit simában, de mindenképpen megérdemelten diadalmoskodni tudtunk Szankon. A nyíregyháziak szombaton a 3 győztes mérkőzés után érkező budapesti Dinamo SC csapatát fogadják. Jól ismeri egymást a két gárda, mondhatnánk azt, hogy baráti a kapcsolat, tehát nem azt mondom, hogy heti rendszerességgel telefonbeszélgetésekben vagyunk több játékossal. Mindenképpen egy jó mérkőzésre van kilátás, jó formában vannak a budapestiek, de azért a hazai pálya előnyét mindenképpen mi élvezzük. Én úgy gondolom, hogy nekünk magasabb céljaink vannak ebbe az idényben, úgyhogy a legfontosabb a két pont megszerzése. Bízunk benne, hogy egy kicsit simában fog ez összejönni, de hogyha netán csak 5-3 arányú győzelem lesz a végén a nyíregyháziaknál, akkor se fogunk bánkódni. Legfontosabb az, hogy a két pontot most is begyűjtsük hazai pályán. A nyíregyházi Teke klub Dinamo SC mérkőzés az ifjúságiak meccse után szombaton 13 órakor kezdődik a Városi Stadion Teke csarnokában. Most pedig iradunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Hetven%-os készültségnél tartanak a felújítási munkálatok a Feti vízig védműveinél. Az elmúlt évben a határmenti területek nagy részénél megtörtént a védmű magasítása és megerősítése, azonban van olyan szakasz, ahol még most is ezen dolgoznak a szakemberek. A térségben közel 300 ember dolgozik a települések árvízvédelmi biztonságáért, vészhelyzet esetén azonban az ország más pontjairól is tudnak szakembereket mozgósítani.
A kivitelezők mindent megtesznek azért, hogy a tervezett lakásokat még 2019 végéig átadják. A jelenlegi szabályok szerint 2020-tól ugyanis már nem lesz érvényben az 5%-os kedvezményes lakásépítési áfakulcs. A megyei építészkamara elnöke híradónknak úgy fogalmazott, ez gyors lépésekre kényszerítette a kivitelezőket, illetve további kapacitáshiányhoz vezetett, és azt javasolja, hogy aki még kezdeti fázisban áll, az most ne vágjon bele új ház építésébe. Eddig egyedül Nyíregyházán szereltek fel okosmérőkkel valamennyi távhőszolgáltatásban érintett lakást. Az intelligens okoshálózat révén hatékonyabbá vált a fogyasztói elszámolás, a fogyasztói szokások pedig befolyásolhatók információval, új tarifákkal, de közvetlen vezérléssel is. Az okosmérés a szolgáltató munkáját is nagyban segíti. Részletes, valós idejű információkat kaphatnak többek között a felmerülő karbantartási problémákról. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták szeptember 19-én szerdán. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk. Döntően anticiklon, leszálló légmozgás alakítja térségünk időjárását. A hűvös hajnalt még nyáriasan meleg nappal követi. Az előttünk álló éjszaka gyengén felhős idő várható, csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 9 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire gyengén felhős napos idő várható, csapadék nem valószínű. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 27 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. Pénteken még marad a meleg idő, sok napsütéssel, csapadék nélkül. Szombaton a Kárpát-medencét északnyugat felől eléri egy erős hidegfront, amely változékony szeles időt okoz, több helyen csapadékkal. A hétvégére jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Vasárnap a gomoly felhőkből már csak néhol alakul ki zápor, több órára kisüt a nap. Hétfőn ismét hazánk több pontján számítani kell esőre, záporra. A következő napokban csökken a csapadék esélye, gomoly felhős napos időre van kilátás. Ennek ellenére a sok évi átlagnál alacsonyabban alakul a maximum hőmérséklet, és csipősebbek lesznek az éjszakák.